Dr. Gadi Schneider vagyok, parodontológus vagyok. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma önökkel. Ma minimál invazivitásról és maximális kiszámíthatóságról fogunk beszélni. Azonnali implantációról, illetve azonnali terhelésről szól az előadásom. How to do it in the most predictable way and in the less invasive way. So let's start. Azonnali implantációt és terhelést használok több mint 20 éve. Több mint 1000 implantátumot helyeztem már be így, amelyeket utó is követek. A sikerarány 97% és 100% között mozog. Ma szeretném megosztani önökkel a klinikai tapasztalataimat. Hogy tudjunk elérni hosszú távú sikereket és stabilitást ennek érdekében? Tudunk kiszámíthatóan ellátni ilyen eseteket? Itt látható, hogy egyes típusú alveolus, ez az ideális eset. A látszövet érintetlen, és a csontszövetek is épek, megtartottak. Ez azt jelenti, hogy implantátum behelyezéskor. Nagyon könnyedén fogunk tudni csontpótlót betölteni abba a résbe, ami marad az implantátum és a csontfal között. Ez azért is előnyös, mert ugye a defektus, amit itt feltöltünk, gyakorlatilag az egy négy falú defektus lesz, sokkal stabilabb lesz a csontpótolt terület, ami ugye előfeltétele a megfelelő oszteointegrációnak és csontregenerálódásnak. Everything that we are doing inside the envelope of the bone, whether it is bone augmentation or whether it's bone preservation or any other technique, it will be a lot more predictable. And this is why in type 1 socket, az előbb említettek miatt az egyes típusú alveolusnál 100%-osan kiszámítható eredményeket tudunk elérni. Which graph to use? Evidence-based literature supports bovine bone. Why? Because azért szeretünk bovin csontpótló anyagokat használni, mert nagyon lassan szívódik fel évek alatt. Literature shows that when you are placing bovine bone into the socket, you provide additional amounts of heart tissue, you improve the level of the marginal bone to implant contact, and you prevent soft tissue changes. A bukális részt feltöltve ilyen csontpótló anyagokkal kiválóan tudjuk stabilizálni az implantátum és a csont közti teret, a látszöveteket, és növelni tudjuk az implantátum felszínén a kontaktust a minél teljesebb osztóintegráció érdekében. Only placing bovine bone between the implant and the buccal plate prevents háromszor több csontot tudunk így megőrizni, mintha nem használnánk csontpótlót. Ez egy kettes típusú alveolus. Látható, hogy ez a bukális csontból körülbelül egy harmad már hiányzik. And this means that now when we are placing bone, this is not a bone. Tehát itt, amikor csontpótló anyagot helyezünk be, itt nem prezerváljuk az alveolust, hanem augmentáljuk. Preservation is inside the envelope of the bone, and augmentation is building bone outside the envelope of the bone. Now, building bone outside the envelope of the bone is a lot less predictable. Stabilizálnunk kell a graftot valahogy, és erről magában nem elég a csontpótló anyag, hanem kénytelenek leszünk kollagén membránt is használni.
Now, a probléma. What is the problem? The problem is that when we are az, hogy amikor csontpótlunk egy alveolust, a socket, and there, this is a